Egyesek szerint mindent megkaphatunk érte. Mások úgy gondolják, hogy mindent elveszítünk általa. Sokan bálványozzák, mások a gonosz kísértéseként tekintenek rá. A Szentírás példázataiban is szerepel visszatérő motívum népmeséinkben és dalainkban. Félünk a hiányától, vágyakozunk utána, áldozatot vállalunk és dolgozunk érte. Mi más lenne ez, mint a pénz? Te maradsz a víznél, Gyüvet? Maradsz a víznél? Olyan kávé, ami kell. Tehát akkor lesz három kávé és két tea, jó? Oké, köszi. Akkor körbe mennénk, jó? Hogy kinek mi a, amivel idejött. Te kezded? Hát igen, nem tudom. Hétfő este volt, akkor eléggé felbojdult a kollégium, és nem igazán tartottak a nevelők se takarodót, meg semmit. Aztán a fiúk állapota azóta egyre javul, és most nem tudom, tudjátok el, hogy nem az osztályokból, hanem a gimiből, ugye? Nem, együtt jártunk evezni a két sráccal, megrázta őket az áram a vasútállomáson. Fölmásztak a vonat tetejére, és megcsapt őket ez a 24 ezer volt. 25. És megégtek szóra, szörnyű módon. Csak ők most fönn vannak, ugye, a Betesdába. Igen, igen, de most már jobban vannak, és lehet őket műteni is, meg minden. De az elején nagyon necces volt így. Első este még az is kérdés volt, hogy az első 24 órát túlélik-e, de most már jobban vannak. De hogyan viszonyuljunk a pénzhez a fogyasztói társadalomban? És hogyan viszonyul Jézus hozzá? A válasz Somodi Imrétől, a 90-es évek egyik legsikeresebb magyar üzletemberétől várom, aki egyik cégével nemzetközi brandet épített, valamint ő nyitotta újra a belváros egyik legendás kávéházát is. Ma már egyik sincs a tulajdonában. Üdvözöllek! Szervusz! Miért Fajlátok. Itt találkozunk, gyönyörű kávéházban? Hát azért, mert ez a kedvenc helyem, mert ezt 97-ben vásároltam, ezt az épületet, a kávéházat is csináltuk. És nekem ez az egyik nagy, mondjuk az, hogy életművem, tehát ami elmondhatom, hogy az elejétől a végéig én csináltam. És nekem egy nagyon nagy élmény, hogy amikor megtértem, akkor itt elkezdtük a centráli ma reggelit, és annak a sorozata nem csak, hogy itt vezető keresztény emberekkel jó beszélgetések voltak, emlékezetes reggelik, hanem ezek videón is megmaradtak, és sok ezer ember tudott épülni ebből. Nekem nehéz volt elengedni? Hosszú ideig birkóztunk a feleségemmel, hogy elengedjük el. Amikor meghoztuk a döntést, akkor mentünk. Érdekes módon, hogy fél évvel később meg ő Veresegyházon épp elkezdett egy kis kávézót. És oda vittétek át a... Hát ott van most a közösségünk, és ott járunk a környéken, gyülekezetben. Menjünk, én leszek a sofőröd, mit szólsz hozzá? Elég egy kockázat, de menjünk. Miért ilyen autóval jársz? Nekem is volt olyan idő az életemben, amikor ez egy meghatározó dolog volt, minél nagyobb autóval járni. Meghallottuk, hogy van elektromos autó, és nem kell parkást fizetni, azonnal megrendeltük. És most meg Veresegyházra járunk, meg Gödöllőre, és gyakorlatilag nem fizetsz benzinre, nem károsítod a környezetet, otthon feltöltöd, hihetetlenül bevált nekünk. És itt élsz? Igen. Családoddal? Igen, két kutyával, két nyúlva. Nekem képzeld el, hogy ez az ötödik házam, amit építettem. Öt? Szerintem egy is sok az embernek, általában úgy éli meg. És ráadásul az ötből hármat saját kézzel. Az igen, azért ez gyönyörű. Jól érezzük magunkat, ugyanakkor nagyon sokat vívódunk és vívódtunk azzal, hogy vajon egy keresztény ember helyesen ilyen helyen lakik. Amikor megtértünk, azon gondolkodtunk, hogy Isten biztos, hogy nem azért adta ezt a lehetőséget, hogy ezt mutogassuk csupán. Nagyon sok keresztény barátokat, eseményeket fogadunk itt. Erre azt mondjuk, hogy az egyik szolgálatunk a vendéglátás, másik, hogy elkezdtük állatot tenyészteni, meg növényt termeszteni. Hogy lett dr. Somodi Imréből? Az aki? A rendszerváltás után, ugye, akkor azt gondolta mindenki, hogy most csodálatos lehetőségek állnak előtte, akkor szerintem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ki hogy állt bele abba
abba a dologba, amit fontosnak tartott. És én azt gondolom, így visszatekintve is, hogy az egy kulcskérdés, hogy te igazi vezetővé válsz-e. Egy nagyon jó, okos barátom szokta azt mondani, valakinek ez a szlogenje, hogy a vezető az különbözteti meg a menedzsertől, hogy a vezetőt követik. Mondok egy példát, amikor elindítottuk a pezsgőtablettagyártást, akkor ilyen nagy silókban volt a cukor, meg a aszkorbinsav, meg a különböző anyagok, és a cukor állandóan beleragadt, ugye, mert nedves volt a levegő, és beleragadt. És a munkás ilyenkor fölteszi a kezét, ugye, hogy nem működik, és mit lehet csinálni, és nekünk meg teljesítenünk kell. És akkor fogtam, és akkor beöltöztem ilyen fehér munkásruhába, és akkor beengedtek kötélen ebbe a silóba, és akkor ilyen vas izével, meg csákánnyal, ugye én törtem neki. És én ezt akkor azért csináltam, mert felháborított, hogy nem működik, ugye, nem nincs mit eladni. De ez a sztori, a mai napig Veresegyházon ezt elmesélik. Tehát magyarán nekem ez nem egy tervezett dolog volt, hogy most aztán megmutatom nekik, hogy milyen. De onnantól kezdve azok az emberek arról beszéltek, hogy ha a főnök így oda teszi magát, akkor nekünk is. Én akkor magam éreztem azt, hogy mennyire fontos, hogy követnek, és most keresztényként meg azt mondom, hogy én vagy aki hívő ember, az képes-e követni Jézust. Hoztál olyan döntést, amit szégyeltél, amire nem vagy büszke, mint üzletember, inkorrekt, vagy kiméletlen, vagy bármi? Amikor ez a nagyon sikeres pálya kezdett lefele menni, ez olyan 2000 körül, akkor sajnos hoztam, igen. Amikor azt mondtam a embereimnek, hogy ezeket le kell győzni, konkurenciát, vagy amikor azt mondtam, hogy valamilyen módon próbáljuk megtalálni, hogy az ellenfélnek mi a gyenge pontja, és azt próbáljuk megtámadni. Azt kell, hogy mondjam, hogy rossz belső lélekkel csináltam, tehát nem örültem neki akkor, de csináltam. És a lehető legrosszabb dolog az ember életében szerintem, amikor valamit úgy csinálsz, hogy azt gondolod, hogy erkölcstelen, pedig te erkölcsös akarsz lenni, és ráadásul nem sikerült szerintem. De erre ma azt mondom, hogy lehet, hogy Isten azt akarta, mert különben lehet, hogy most egy menő ilyen nagy üzletemben lennék, aki még több pénzt csinál. Mi a tapasztalásod? Most, hogy hívő keresztény vagy, most is azért valamiből meg kell élni. Valami vállalkozásod, csak van egy missziód, az is lehet sikeres, vagy az lehet igazán sikeres? Hát egészen más a sikernek a mérése. És én azt gondolom, hogy az már egy bűn, hogyha én azért csinálok pénzt, mert még több pénzt akarok. Pénz ahhoz kell, hogy a feltételeket megteremtsük ahhoz, hogy normálisan élünk, és erre nagyon jó példák vannak a világban, amikor valaki rengeteg pénzt csinált, és a rengeteg pénznek a többségét azt adományozza, és ez az egyik célkitűzésem most, hogy szeretnék Magyarországon egy olyan adományozó fórumot csinálni, egy keresztény adományozói fórumot, ahol ezzel foglalkozunk, tehát azt elmagyarázzuk az embereknek, hogy Isten lehet, hogy neked rengeteg lehetőséget adott, de nem azért, hogy a bankszámlád dőljön, hanem azért, mert ezen keresztül te Isten országának fogsz segíteni, ugye? Te neked az a szolgálatod, te nem lelkipásztor vagy, nem misszionárius vagy, nem szociális munkás vagy, hanem te a vagyonoddal szolgálsz. És én szerintem ezt kell megérteni a keresztény üzletembernek. Jézus kiűzte a pénzváltókat a templomból, a nép megvetette a vámszedőket. Isten hogyan viszonyul a pénzhez és azokhoz, akik pénzzel foglalkoznak? Isteni büntetés a pénz hiánya, a bővelkedés pedig az ő áldása? Steiner József baptista lelkésszel találkozom, hogy megtudjam a választ. Régóta ismerjük egymást, tudom, hogy világutazó vagy, most értél haza Kenyából. Mit tapasztaltál, mit láttál? Hát egyrészt szívem az megint örömmel volt ott tenni, mert láttam azt, hogy Istennek a munkáját, akik végzik, azok tényleg csodákat élnek át.
ott erre nagyon nagy szükségük is van. Másrészt meg nagyon szív facsaró dolgoknak is tanúi voltunk. Iszonyatos szegénységet és olyan nélkülözést, ahol tényleg a napi ivóvízért meg kell küzdeni, meg hát olyan szörnyű körülmények között való létezést, ami azért még mindig megráz, pedig sokszor voltam már ilyen hasonló szituációban. Akkor a szegénység az lehet egyfajta büntetés, és hogyha gazdag vagy, az meg egyfajta gondviselés, vagy hogy kell ezt értelmezni? Azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát az életkörülmények, az, ahogy az él az ember, ahova született, rengeteg dolog meghatározza ezt, és nem csak annyit jelent, hogyha látunk egy szegény embert, akkor hát az azért szegény, azért szűkölködik, mert ő rajta Istennek mondjuk ítélete van. Valakinek meg jól megy minden, akármilyen erkölcstelen vagy többiekkel semmit nem törődő életet él, hát az azért van, mert Isten áldása rajta van, ezt így nem lehet kijelenteni egyáltalán, sőt. Isten hogy viszonyul a pénzhez és azokhoz az emberekhez, akik pénzzel foglalkoznak, például Mátét, hogyha vesszük? Például az Új Szövetségben, amikor olvassuk a vámszedőknek ugye a megvetett állapotát a társadalomban, meg ilyesmi, nem azért van, mert ők a pénzzel foglalkoztak, nem azért, mert a pénz az önmagában egy bűnös eszköz lenne. Én egyébként más dolgoknál sem nagyon hiszem azt, hogy egy-egy technikai eszköz, vagy egy termék, vagy valami, amit létrehoz az ember, az önmagában gonosz lehet. Az ember az, akinek van az a képesség, az Isten képére teremtetett és hasonlatosságára teremtetett ember, aki ugyanazt a dolgot tudja jó célra és jól felhasználni, vagy rossz célra, vagy akár jó célra, de rosszul, etikailag rosszul felhasználni. Úgyhogy Isten is ezt nézi a pénzzel foglalkozó emberekben, egy üzletemberben, akár egy bankárnál, egy befektetőnél, hogy hogyan éli meg a pénzzel való viszonyát, meg nyilván az Istennel való viszonyát, és hogy hogyan kezeli, hogyan sáfárkodik, ezt szoktuk mondani, hogyan gazdálkodik azokkal az eszközökkel, amelyek az ő birtokába, vagy legalábbis a kezelésébe kerültek. A görögök Plútoszt imádták, a rómaiak Fortunát. A Kalevalában Ilmarinen kovácsmester Szampója, a székely népmesében a csodamalom őrli a pénzgazdájának. De hogyan alakult ki a pénz használata? Erről mesél nekem Mukics Adrián régész muzeológus. Az ember mikortól használ pénzt? Körülbelül a vert pénz Krisztus előtt 7. században jelenik meg Kis-Ázsiában, Lüdiában, és Krisztus előtt 6. században már Kroiszosz király, akit Krőzus néven ismerünk, az ő idejéből ismerünk valódi aranypénzeket, amelyik fenn is maradtak. Jézus idejében milyen pénz volt? Jézus idejében nagyon sokfajta pénz volt, ugye Jézus idejében Júdea már a Római Birodalom tartománya, és ekkor a Római Birodalom területén 600 pénzverde működik, Szíriában, Júdeában is 32. A császári pénzverdék Rómában voltak, ott volt a fő pénzverde, nagyon őrizték, nagyon-nagyon hét lakat alatt tartották, és az ezekből kikerülő aranyak, ezüstök, azok eljutottak a tartományokba is. Lásd, ugye Jézusnál is megjelenik, amikor megkérdezik tőle, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, és mondják, hogy adjatok egy pénzt, és akkor egy ezüst pénzt adnak neki, egy denáriuszt, aminek a császár képe van, és akkor ekkor mondja, hogy kinek a képe látható rajta, a császáré. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené. Itt vagyunk Gorziumban. Pannonia tartomány fizetett adót? A császárkorban Itália adómentes volt, viszont az összes tartomány, így belőle Pannonia is adóköteles volt. Volt fejadó, földadó, de figyelembe vették az embereknek az anyagi helyzetét is, ahhoz mérten kellett fizetniük. Aztán attól függ, hogy a város, az adott város, tartományváros hol helyezkedett el, sókereskedelem, bányászati központban, akkor ezek után is kellett adót fizetniük. Nagyon nem szerették a vámosokat abban az időben, mesélj erről valamit. Nagyon jó, pontosan. A vámokból is szintén óriási pénz folyt be az adók mellett a birodalomban, tehát nagyon fontos volt. És főleg a Szentföld egy ilyen fontos terület volt három kontinens találkozásánál, és ráadásul nagyon fontos kereskedelmi útvonalak is összefutottak itt a Szentföldön, tehát érdemes volt levenni a sápot, úgymond. És a rómaiak előszeretettel alkalmaztak ugye minden tartományban helyi vámszedőket is, akiket elvállalták, hiszen haszonbérbe kapták a vámszedést, a rómaiaknak leadták azt a pénzt, amit ők kértek. A rómaiak után innentől kezdve nem ellenőrizték, hogy a vámszedő mennyi pénzt szed be a néptől, és mennyit nem is. Hát azért ott voltak, akik visszajöttek a foglalkozásukkal, a feladatukkal, és több pénzt szedtek be. Épp ezért elég gyűlöletessé váltak, és nem voltak kedveltek. Olyannyira, hogy nem is tanúskodhattak a bíróságon,
kizárták őket jótékonysági gyűjtésekből is, és tulajdonképpen tolvajokkal egy szinten kezelték őket, kizárta a közösség magából. De persze, mint láttuk, Jézus korában is volt erre példa, ellenpélda, nem is egy vámos, akik megtértek, és visszaadták az elvett pénzt az embereknek, tehát jóvá tették azt, amit korábban elkövettek. Hát napjainkban is élnek ilyen emberek, menjünk, látogassuk meg együtt Somogyi Imrét, gyere. Rendben van. És erre azt mondja, hogy oké, akkor adjátok, ami a császár, császáristé. Ezt hogy értelmezzük? Van-e valami ötletetek, hogy ez lehet, hogy tanultátok meg, érdekelni? Ugye azt mondja, hogy a pénz, az milyen kép van rajta? Hát a fején a császár. Igen. Jó. És te rajtad? Hát meg Isten képe, mert hát... Tehát egyszerűen azt mondja, hogy hát ha te Isten képű vagy, akkor hogy nem tudod ezt helyre rakni, hogy neked ez az életed, ugye? És nyilván ebben az életben, hogyha egy országban, egy társadalomban, egy államhatalomban vagy, akkor ott a császárnak azt el kell, oda kell adni, ami az övé. Neró császár kívánságra egyszer egy olyan lakomát rendeztek, ahol mindenkinek sejemben kellett megjelennie, és 4 millió szeszterciuszba került ez a vacsora, de ezt túltolták még jobban. Egy nagyon híres színész sokat örökölt az édesapjától, és egyszer ki akarta próbálni az igaz gyöngy ízét, és feloldott a borecetbe, és megitta. És mivel ízlett neki, 1 milliót ért az igaz gyöngy, 1 millió szeszterciuszt, és mivel ízlett neki, ezért a vendégeink is ezt kínálta. Ezt a hústulost... Ezt akkor egy picit pácoljuk, és ha megkérhetek benneteket, akkor segíthetek teríteni? Persze, vacsorához. Adj munkát nekünk! Mennyi atyánk, hálásak vagyunk a mai estéért, hogy együtt lehetünk és tudunk beszélgetni a te történetedről és a mi életünkről. Kérünk add áldásodat az ételre, italra. Amen. Amen. Hát áldozatot hozni talán az a legfontosabb, hogyha te áldozatot hozol, és föláldozod az egész életedet, föláldozod a múltadat, föláldozod az egzisztenciádat, a munkádat. Igen, de azt mondom, Misi, hogy az nagyon fontos, hogy az én értelmezésemben a Krisztus követés az nem egy loser pálya, érted? Ez nem arról szól, hogy hú, hát én aztán mindent elvesztek, én állandóan egy fájdalmaim vannak, nem tudom, hanem olyan értelemben hozza áldozatot, hogy a világ hülyének fog nézni, ugye? Hisz az van a Bibliában, hogy nem fog normálisnak nézni a világot. Azt mondják, hogy teljesen érthetetlen ez a duma. És igazuk van. Hát addig, amíg nem tértél meg, amíg nem követed, amíg nem azt akarod csinálni, addig az nem működött. Tehát persze Isten igazsága más, ugye, mint az embereké. Mikor Jézus a kis Zakeusnak mondja, hogy Zakeus, ma nálad vacsorázom, és akkor a Zakeus mondja, akit megkárosítottam, kárpótolom, és a vagyonom felét elosztom, és akkor utána azt mondja, Jézus, na most üdvösség szállt a házra. Igen. Tehát ezt érezted, amikor így el tudtál engedni dolgokat, hogy na most üdvösség szállt a házra? Adrián, ez azért fontos, mert nekem egy, hála Istennek, tényleg nagyon jó segítőim voltak, amikor megtértem, és ők figyelmeztettek erre a történetre, és amikor megtértem, azon gondolkodtam, hogy kiknek kell bűnbánó levelet írnom, érted? És olyan embereknek írtam bűnbánó levelet, akivel 20 éve nem beszéltem. Érted? És megírtam, hogy ne haragudjál, nem tudom, mit gondolsz rólam, megszakadt a kapcsolatom, de szeretném bocsánatot kérni. És valami hihetetlen élmény volt, hogy 20 év után emberek, volt olyan, aki ennyit ért vissza, köszönöm, erre vártam. Imre, nagyon finomat főztél nekünk, tényleg nagyon finom. Nem pont ilyen étel, de én is hoztam nektek valamit, hogy Jézus áldozata, mint tudjuk, hogy egyetlen áldozat és megismételtetni a legfontosabb, de abban az időben folyamatosak voltak az áldozatok. És egy ilyen áldozati kenyeret hoztam nektek, áldozati kalácsot, amit úgy neveznek, hogy libum, és amint említettem is, hogy főleg kecske és jutelből készült minden tejtermék, és ez jutóróval készül. És egy nagy hadvezértől, Kátótól maradt fönt a recept, és hát ezzel kínálnak meg titeket, jó jutórós. Tehát akkor egy jutúrós kenyeret eszünk. Igen, egy áldozati kalácsot. Bárány, áldozati kalácsot, báránya. Ja.
Nagyon össze maradva. Imre, holnap is jöhetünk? Hát szerintem lesz még maradék. Lehet, hogy megnyitom a kifőzdőmet, igen. Hello, Misi, jó reggelt! Jó reggelt! Nézd, milyen luxus ellátásban van részed. Ó, oh, köszönöm. Erről a luxusról eszembe jutott, hogy annak idején, amikor tényleg vagyonossá váltam, akkor engem nagyon érdekelt, hogy mit vesz az ember a sok pénzért, tudod, és a kedvenc témám az a órák voltak, és kerestem a legjobb órát, amit meg lehetne venni, és évekig ezen lamentáltam, hogy vajon ott tartok-e már világi emberként a sikerben, hogy most megérdemlem az órát, hogy egyet akartam venni. Interjúban is elmondtam, tehát olvashatták az emberek, vagy látták, nem tudom. És képzeld el, hogy előtte a kínaimban, ahol dolgoztam, annak a vezérigazgató, aki egy nagyon rendes ember volt, ő egyszer csak a figyelőbe írt egy olvasói levelet, hogy Imre, vedd meg az órádat. És ez nekem életemben az egyik egy felfoghatatlan élmény volt, hogy valaki ezzel foglalkozik, érted, hogy azt mondja, Imre, te már csináltál olyan dolgokat a világban, hogy megérdemled, és ne várjál, és ne üzéljél, ne legyél ilyen. Ezt arra akarom mondani neked, hogy mennyire világi emberként másoknak a véleményére adunk, ugye, hogy ez a fontos, hogy én küzdöttem azzal, hogy vajon magam megengedem-e magamnak, csak jött valaki, akit én fontosnak, nagyra tartottam, tehát meghatározó volt az életemben, és azt mondja, na, ha ő mondja, akkor megveszem, és tényleg meg is vettem. Ennyit a luxusról. Eljött az etetés ideje, kérem szépen. Te vagy a széna, én vagyok jó. A táp. Azt hittem, azt mondod, te vagy a széne, én vagyok a szalma. Te gyerekkorodban így rá voltál kattanva az állatokra? Én nem, azt mondom, hogy nem igazán voltam rá kattanva, de én is falun nőttem fel 12 éves koromig Tiszalökön, Tiszalentén, és valami hihetetlen módon belém égett az, hogy mennyire klassz a állatokkal a természettel együtt. Hozunk még egy adagot. Igen. Akkor ezt így és, hoztad magaddal otthonról. És ugye gyakorlatilag mi egy ilyen nagyon zárt családban éltünk, mert egy lakótelepen, a Tiszalöki Erőmű lakótelepén laktunk. Aha. És ugye egy pár gyerekkel voltunk így együtt, és átéltük ezeket a jó meg rossz dolgokat, érted, amikor naponta 10 órát focizol, meg mit tudom én, próbálsz jó fej lenni a suliba, meg nem tudom, és akkor ebből persze néha nagy balhék volt a apámmal. Elvittem a bélyegét elcserélni, nem tudom én. Az a bizonyos bélyeg sztori. Két darab fotóért, meg nem tudom, valami futballistára. És mit kaptál érte? Hát marha érdekes volt, nem vert meg apám, de tudod, mi volt az érdekes, hogy ahogy rám nézett, azt soha nem fogom elfelejteni. Tehát valahogy abból éreztem, hogy őnek ez tényleg fáj. Tehát ő úgy érezte, hogy én nagyon-nagyon megbántottam ezzel. És nagyon érdekes, hogy most valamikor kérdeztem így a bélyeg gyűjteményéről, és ő mai napig 93 éves, még megvan a bélyeg gyűjteménye, de nem foglalkozik vele, de hogy ez az érték, és az, hogy régen volt, hogy mondjam, ez fontos emlék az életünkben, azt mondom, érted? Tehát ez állati érdekes, hogy ilyen pici dolgok megmaradnak, bennégnek. De azóta meg tudtad vele ezt beszélni, hogy... Tessék? Azóta meg tudtad ezt vele beszélni, hogy azt akkor... Szerintem túllépt, így van, túlléptük rajta. Azt gondolom, hogy a bizalom az más szintre került közöttünk, volt. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába jutni.
kell ezzel a példázattal kezdenünk, hogy kell értelmeznünk? Amikor Jézus Krisztus ezt elmondta, akkor az evangélista rögzíti azt, hogy a tanítványok rendkívül megdöbbentek, meglepődtek ezen. Miért? Ja, az Isten ószövetségi népében azért ott volt nagyon erősen az a gondolat, hogy minél nagyobb a nyájam, meg a családom is egyébként, tehát a termékenység, a bővölködés, ha ott van, az Isten áldásának jele. Tulajdonképpen inkább ezt úgy kell érteni, hogy nem csak a gazdagnak, hanem aki tulajdonol, akinek tulajdonai vannak, akinek van birtoka, akinek sok mindene van, tehát nehéz is ugye meghúzni azt a vonalat, hogy most ki a gazdag, vagy ki nem. Mert igazából ugye a pénz az nem önmagában veszélyes, hanem elhiteti velünk, hogy mi azt teszünk, amit akarunk, tehát ha elég pénze van valakinek, azt mondja, hogy mindent meg tudok venni. Régebben még ez volt a mondás, hogy a szüleink, meg nagyszüleink még azt mondták, hogy hát azért egészséget nem lehet pénzzel venni, ma már néha azt is meg lehet. Tehát az ember azt hiheti, hogy ha birtokol dolgokat, ráadásul ha sokat, akkor tulajdonképpen ő egy kis isten. Van, aki meg már akár nagy istennek tartja magát, akkor meg nincs szükségem Istenre. Nincs szükségem valakire, aki engem üdvözíthet. Tehát egy ilyen embernek lehetetlen az Istennel ilyen kapcsolatban lennie, hogy rá vagyok szorulva, szükségem van a kegyelmére arra, hogy üdvözítsen engem. Számtalan szó föltesszük az életünk során magunknak a kérdés, hogy az, amiben vagyunk, vagy amit teszünk, az áldás vagy átok, szerinted a gazdagság vagy a pénz az áldás is lehet, vagy átok is lehet, ezt hogy látod? A pénz áldás vagy átok, ezt így nem tudnám mondani, hanem így, hogy lehet áldás és lehet átok. A pénznek, az anyagi javaknak nincsen önmagában erkölcsi hatalma, az egy eszköz, hanem az embernek a szívétől. Az elméjétől, a szívétől, az életétől, a lelkétől függ az, hogy mit kezd vele, mit csinál vele, hogyan gondolkodik róla. Természetesen lehet átok a pénz, hogyha az Istentől függetlenít, vagy hogyha a pénzért eladom magam, vagy ha a pénzért eladom az álmaimat, vagy a nekem fontos embereket. Hát Júdásnál ezt látjuk, hogy ott járt, az apostolok közé számláltatott. Ugye így az apostolok cselekedeteiben van egy ilyen visszaemlékezés róla, közöttünk volt, velünk járt, és az ezüst pénz az fontosabb lett számára, legalábbis ennyit értünk meg ebből a leírásból, és elárulta a mesterét. Tehát ott átokká vált a pénz. Tehát valahogy így kellene gondolkodnunk a pénzről, ami ahogyan az egész ószövetségi és újszövetségi szentírás tanít bennünket, hogy Istené minden, erre tanít bennünket, ugye a 7 éves esztendő után bekövetkezett 50. esztendő, a jóbél év, hogy minden visszaszáll ahhoz a használóhoz, akinek azt az Isten kiosztotta. Tehát majdnem ezt mondtam, hogy az eredeti tulajdonoshoz, de direkt nem mondtam, mert a tulajdonos az Isten. Ha itt tudunk gondolkodni az otthonunkról, a gépkocsinkról, bármi másról, akkor rájövünk arra, hogy, és meg tudjuk élni azt jól, hogy nem baj az, hogy nekem van, nem baj az, hogy nekem egy jobb minőségű van, vagy egy még jobbat szeretnék, de azt merem és tudom használni az Isten dicsőségére, és ha kell, akkor akár meg is osztani másokkal. A pénzvilágból jössz, a kegyetlen pénzvilágból, mondhatjuk úgy, azért a Bibliában, ha tanítványokat nézzük, akkor Máté vámszedő volt, pénzzel foglalkozott. Te hogy lettél vámszedőből Máté? Én nekem az volt a megértésem, és ez világi emberként döntő volt, hogy nincs megállás. Tehát azt megérteni, hogyha te neked 100 milliód van, akkor azokra nézel, akinek 150 van. Ha 500 van, arra nézel, aki 1 milliárd. És mindig úgy érzed, hogy a hegyből van még előtted. És én azt éltem át, hogy ebből nincs nyugtod. Azt éltem át, hogy ez felemészti az életemet, az energiámat. És egyik oldalról ilyenkor általában egy csomó embernek pótszerekre van szüksége, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ez most a cigi, az alkohol, a szex, a pornó, nem tudom én mi. A lényeg az, hogy mindig teljesítened kell, ezért lehet rosszat választani. Én tönkrement az egészségem. Ez fordított téged Isten felé? Engem az fordított Isten felé, hogy azt éreztem, hogy nincs nyugtom. Azt éreztem, hogy a pénz az nem nyugtat meg. A pénzzel nem találsz harmóniát. Hiába mindenki azt mondja, én is úgy kezdtem, egyszer legyen elég pénzem,
és volt elég pénzem. Mit csináltam? Újabb és újabb dolgokba beleraktam, hogy még több legyen, még inkább elmondhassam. És ez hazugság. És nekem nagyon fontos volt, ahogy említettem, az, hogy súlyos betegséggel küzdöttem, és az, hogy a családom szétesett az első házasságom. És én akkor azt mondtam, hogy ebből valami ki kell szállni. És akkor tényleg egy furcsa véletlen folytán a fiunkat iskolába kellett beíratni, és akkor két ateista ember egyszer csak azt mondtuk, hogy egyházi iskolába. És ezt nem tudom megmagyarázni, érte? Igen. És elkezdtük egyházi iskolát, akkor itt a református iskolába beirattuk, és elmentünk a lelkészhez, azt mondtuk, ide akarjuk iratni a gyereket, amit maga mond, azt fogjuk csinálni. Érted? És akkor azt mondta, hogy hát akkor jó lenne, a gyülekezetbe járnának, olvasnak a Bibliát, és ez a dolognak a titka, hogy Isten, te soha nem tudod megcsinálni, az soha nem a te döntésed, érted? Hanem az, és itt visszatérnék Mátéra, hogy ő is ismerhette Jézust, mert Jézus ott mászkált a városban, ugye? De az, amikor őt elhívta Jézus, ugye, amikor azt mondta, hogy gyere velem, ez a kérdés, érted? Amikor nekem azt mondta Isten, hogy gyere velem, az az a változás, amikor neked döntened kell, hogy feladod az ön megvalósító életet, és Isten követő életet élsz, vagy pedig továbbra is ezt a húzd meg, erezd meg, én eljárok templomba, csinálom a dolgokat, de egyébként a lényeg az, hogy én találjam ki, hogy mi az én életem, én döntök. És ezt le kell adni, ez a legnehezebb az életben szerintem, amikor azt mondod, hogy lehet jó, lehet rossz, lehet gazdag, lehet szegény, de Istent akarod követni. Viszonyod, tehát más lett a pénzzel? Abszolút. Ugye a pénz az az életnek a része ezen a világon, de a kérdés az, hogy a pénz éltet, vagy Isten éltet. Márk evangéliumában egy szegény özvegyasszony két fillérjét, az egész vagyonát dobta a templom perséjébe. Jézus kijelentette, hogy ez az asszony mindenkinél több adományt adott, hiszen nem maradt mása, csak az Istenbe vetett bizalma és a biztos tudása, hogy a Teremtő gondoskodni fog róla. Jézus példabeszédeken keresztül tanít minket a pénzről, vagyonról, szegénységről, gazdagságról. Ugyanolyan pénz a szegény asszony két fillérje, mint Júdás 30 ezüstje. Rajtunk áll, mihez kezdünk vele.